Akkor tisztelettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit. Hivatalosan is szeretnénk bejelenteni, hogy a Fidesz-KDNP közös jelöltje a 2016. február 28-ai időközi polgármester választáson Simon Tibor. Simon Tibort a két jelölő szervezet mellett még számos politikai szervezet és civil egyesület is támogatja. Tehát egy nagyon széles körű összefogás alakult ki mögötte. Mi úgy gondoljuk, hogy bár egy több jelölt indul a választáson, ami különben a demokráciának a győzelme, de az egyetlen megoldás a város jelenlegi problémáira a Simon Tibor, ami viszont az ő győzelme a város győzelme lenne. Az első ciklus leszámítva, tehát a rendszerváltás követő első ciklus 12 évig a MSZP, vagy 8 évig a Fidesz, az elmúlt 14 hónapban szintén az MSZP irányította a várost. Bármikor és bárhol is születtek döntések, egy dolog közös volt. 2006-ban, amikor leváltották az MSZP-s városvezetést, majdnem pedig 2014-ben, amikor ismételten bizalmat szavaztak nekik, a választópolgároknak volt igaza, mert minden esetben a választópolgároknak van igaza. Az az MSZP dolga, hogy a 2006-os választási vereséget követően levonta a választási vereségnek a konzekvenciáit. Mi azonban megtettük ezt a 2014-es választást követően, és meg kellett állapítanunk, hogy bár konszolidáltuk a városnak a működését, több mint 3 milliárd forint többlettámogatás sikerült beterelni Salgótarjánban, 20 milliárd forintot meghaladó fejlesztési forrás érkezett, és jelentős mértékben sikerült csökkenteni a nyilvántartott álláskeresőknek a számát, nem csak a közfoglalkoztatásnak köszönhetően, hanem a elsődleges munkaerőpiacon is sikerült eredményeket elérni, de mi is követtünk el hibákat. Hoztunk olyan döntéseket, amelyeket mai fejjel már nem hoznánk meg. Kiúzanító volt a mögöttünk hagyott időszak, de biztos vagyok abban, hogy képesek voltunk a választási vereségből tanulni. Örökérvényű számunkra volt amerikai elnök Abraham Lincolnnak a mondása, hogy nem érdemes a hibáinkat elkövetni, ha nem tanulunk belőle. De úgy gondolom, hogy kiúzanító volt a városlakosság számára a mögöttünk hagyott 14 hónap. A szocialista városvezetés több mint 900 millió forint többlettel átvett várost csőd közeli helyzetbe sodorta. Érdemi a város vezetéséhez direkt módon köthető fejlesztés a mögöttünk hagyott 14 hónapban nem indult el. A választási ígéreteknek egy jelentős részét nem tartották be, és hát valljuk be, a lobby erejük is minimálisra zsugorodott. 14 hónap után a szocialista városvezetés Salgótarjánt zsákutcába vezette. Innen nem lehet tovább menni. Új utakat kell keresni, az új utakhoz pedig új erőre van szükség. Az egyetlen megoldás ebben a helyzetben, aki képes az új utakat megtalálni, aki képes új lendületet vinni a történetbe, aki képes, és ez nagyon fontos, a kormányzati támogatásoknak az elérésére, és aki képes a valódi várospolitikára és együttműködésre, a Simon Tibor. Úgyhogy jó szívvel ajánljuk valamennyi salgótarjáni polgár figyelmébe Simon Tibort, és kérjük is a támogatását majd február 28-án. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam. Simon Tibor vagyok, Salgótarjánban születtem. Munkás családban nőttem föl, édesapám gépkocsi vezetőként, édesanyám pedig virágkertészként, majd TB ügyintézőként dolgozott. Két ma már felnőtt korú gyermek büszke édesapja vagyok. Egy olyan lokálpatrióta pedagógus, akit a Gagarin általános iskola igazgatójaként ismerhetett meg Salgótarján szélesebb közössége, majd 5 évig az összevont általános iskolák igazgatójaként dolgoztam, illetve az elmúlt időszakban Salgótarján összes iskoláját, illetve a megye jó néhány intézményét fenntartó megye központi tankerület igazgatója voltam. Az utóbbi egy évben pedig országos feladatokat láttam el, a 198 tankerület szakmai irányítását ellátó köznevelési főosztályt vezettem. A szakmai munkán túl a közéletben is aktív szerepet vállaltam. Két ciklusban voltam Salgótarján megyei jogú város közgyűlésének egyéni képviselője.
ahol tanácsnokként, az Oktatási Kultúrális Sportbizottság tagjaként, majd elnökeként, valamint a 2006-os 10-es ciklusban frakcióvezetőként segíthettem a városi közgyűlés munkáját. Szakmai és közéleti tevékenységemen túl egyéb területeken is dolgoztam, érdeklődési körömnél fogva. A helyi természetvédelembe kapcsolódtam be, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjaként. A rászoruló, felzárkóztatásra szoruló gyermekek életét előre mozdító segítő antiszegregációs kerekasztalnak vagyok tagja, valamint a fogyatékosügyi kormányközi tárcaközi bizottság tagjaként is dolgozom a mai napig. Szakmai közéleti és egyéb tevékenységemen túl most engedjék meg, hogy néhány szóban a programomról ejtsek szót. Széleskörű salgótarjáni összefogással és a kormány támogatásával három célt szeretnék megvalósítani. Az első és a legfontosabb, hogy meg kell újítanunk a város gazdaságát. Olyan gazdaságpolitikát szeretnénk folytatni, amely segíti és egyben felemelkedését biztosítja Salgótarjánnak. Stratégiai megállapodást szeretnénk kötni miniszterelnök úrral. Szeretnénk megépíteni a 21-es út újabb szakaszait, amely egészen Salgótarjánig fog most már elérni. Gazdasági stratégiai megállapodásokat kívánunk kötni a helyi vállalkozókkal, a helyi kamarákkal, a helyi gazdasági élet főbb szereplőivel. A Salgótarjánban működő vagy betelepülni szándékozó vállalkozások számára az uniós források hatékony elérését biztosító szakértői munkacsoportot kívánunk felállítani. A vállalkozói irodát hozunk létre, ezzel is segítve az itt működő cégek életét, és elősegítve azoknak a vállalkozásoknak a városunkba csábítását, amelyeknek erre szándékuk van. A város hosszú távú érdekei szerint szeretnénk felhasználni a rendelkezésre álló 9,2 milliárd forint fejlesztési forrásokat. A gazdaság megújításán túl szeretnénk a várospolitikát is megújítani. A várospolitikát a legfontosabb kérdések területét érintve a következőképpen képzelem el. Olyan városvezetést szeretnék, amely együttműködik Salgótarján minden polgárával. Olyan városvezetést szeretnék, amelyik együttműködik a kormánnyal. Olyan városvezetést szeretnék, amely a képviseleti demokráciát figyelembe véve összefog és együttműködik Salgótarján képviselőtestületének minden tagjával. Vallom, hogy a közérdek mindig előbbre való. Számítok mindenki munkájában erre. Fekete Zsolt alpolgármesteri munkájára is. Azt gondolom, hogy olyan városvezetést kell a jövőben megvalósítanunk, amely partnereket keres és talál a közös célok elérésére. Egy olyan városvezetésnek kell megvalósulnia, amely a fontos és lényeges kérdésekben az emberek megkérdezése nélkül döntéseket nem hoz. És egy olyan városvezetést kell megvalósítanunk, amely nem kifogásokat, hanem megoldásokat keres. Ha ezen első két fő célkitűzésen sikerül, akkor a harmadik megvalósul. A város megújul. Egy olyan prosperáló és virágzó város jön létre, ahol a fiatalok megmaradnak, ahová a már elment fiatalok visszajönnek. Ahol nyugalomban és békességben élnek az idősek és az elesettek. Ahol a rend és a közjó határozza meg a városképet. Salgótarjániként én egy ilyen város szeretnék. Köszönöm. Jó napot kívánok minden Nógrád megyei és minden Salgótarján itt a megyeszékhelyen élő polgártársunknak, barátainknak. A politika a közügyek intézését, a közjó szolgálatát jelenti véleményünk szerint, és az emberek a közjó szolgálatáról kell, hogy szóljon.
ahogyan Simon Tibor barátunk is mondta, az emberek véleménye kikérésével kell, hogy végezzük a munkánkat, kellő alázattal és szerénységgel kell, hogy tegyük ezt, és a célokat, az emberek véleményét, az emberek céljait, salgótarján érdekeit szem előtt tartva kell, hogy végezzük a munkánkat. És hát szerintem az egyik legfontosabb, hogy szolgálatként kell, hogy fölfogjuk mindezt, mert nem szólhat, mondom még egyszer, másról, mint hogy Salgótarján, illetve Nógrád megye egészének az érdekében kell, hogy végezzük munkánkat. És azért mondtam ezt el önöknek, mert Simon Tibor egy ilyen ember, aki ezeknek megfelel. Én közel 20 éve ismerem Tibort, és bátran merem kijelenteni azt, hogy ő egy ilyen ember, és bízzák nyugodtan Salgótarján város vezetésétől rá. Tehát csak azért is bízzák rá, mert Tibor egy hiteles ember, ahogy ő is említette az életútját, 1998-ban Salgótarján egyéni választókerületét megnyerte a Rokkanton, és az emberek bizalmat adtak neki, bizalmat szavaztak neki. 2002-ben kinevezte Salgótarján megyei jogú város közgyűlése a Gagarin iskola igazgatójának, majd később az összevont iskoláknak az igazgatójának, aztán a Klik vezetőjének, és most a minisztériumban dolgozik Budapesten, ahova följár és ingázik innen Salgótarjánból. Tehát ő meg tudja ezt jól csinálni, Salgótarján jövőjét bízzák, rábízhatják nyugodtan, mert már e tekintetben bizonyított az itt élő embereknek. És ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Simon Tibor polgármester jelölt, a Fidesz-KDNP a kormánypártok polgármester jelöltje bírja a kormányzatnak a támogatását az elkövetkezendő években. Ami szerintem a legfontosabb a jelenlegi helyzetben, hogy a 2014-20-as fejlesztési ciklusban itt a Nógrád megyei önkormányzattal együtt Salgótarján megyei jogú város kart karba fogva, karöltve vigye véghez az integrált területi programjait, és Nógrád megye, illetve Salgótarján, mint megyeszékhely, itt élő embereknek az érdekeit szolgálva hajtson végre olyan fejlesztéseket, amik az itt élőknek az érdekeit szolgálják, és jó tudják képviselni, illetve betölteni azt a szerepet, amiben a jövőnket elképzeljük. Én azt ajánlom, vagy javaslom, ha megfogalmazhatok ilyet a salgótarjáni embereknek, hogy az elkövetkezendő, a jövő héten, illetve az azt követő héten támogassák jó szívvel Simon Tibort, ugye hétfőn elkezdődik az ajánlásgyűjtés, és ahova el tudnak jutni az ajánlásgyűjtő aktivistái a Fidesz-KDNP-nek, ott támogassák őt, sorakozzanak föl mögötte. És azt kívánom, hogy február 28-án a tisztelt baloldali érzelmű választópolgárok is gondolják azt meg, hogy ez a választás ez nem a Fideszről, vagy nem a KDNP-ről, nem a jobb oldalról, hanem a Salgótarjának a jövőjéről. És támogassák ők is, az ő szavazatukra is szerintem számít, mert Simon Tibor az egész várost fogja képviselni, az egész város érdekében fog dolgozni, hogyha megválasztják őt és kitüntetik bizalmukkal, fogja képviselni az elkövetkezendő években, és biztosan ezzel a kormányzati támogatással, amire ő tud számítani, azzal egy jó útra tudja, jó úton tudja vezetni Salgótarjánt a jövőben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük, van valakinek kérdése? Ha nincs, akkor köszönjük a részvételt. Szép napot mindenkinek. Köszönjük.